Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli atyát, apját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezést befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi. Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül, számot vet, vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá, még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát, mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangélium igéi. Elég meghökkentő, ahogyan az evangélista fogalmaz, és tovább adja Jézus szavait, aki nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, sőt még saját magát is, az nem lehet az én tanítványom. Lukács evangéliumában olvassuk ezt így, Máté evangéliumában sokkal szelidebben van megfogalmazva, aki jobban szereti apját, anyját, mint engem, az nem méltó hozzám, az nem lehet az én tanítványom. Nem szeretnék semmiképpen nyelvészkedni, hogy a gyűlöli szó az eredetiben pontosan mit jelent. Próbáljuk így megérteni, mit is akar Jézus mondani. Tömeg van körülötte, követik, mennek utána. És Jézus ezeknek az embereknek, akik tömeg módjára mennek utána, mond valami nagyon határozottat, hogy emberek, ez nem elég. Hozzám kell tartozni, az értékrendeteket át kell alakítani. Jézus ezzel a kijelentésével semmiképpen sem akarja érvénytelenné tenni a 4. parancsolatot, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Erről az evangéliumokban igenis szó van. És semmiképpen nem akarja érvényteleníteni azt a kijelentését, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát igenis, tisztelni kell apámat, anyámat, szeretnem kell, meg kell becsülnöm önmagamat, hiszen ez az embertársakhoz való viszonyulásnak a mértéke. Jézus azt szeretné nagyon világosan ennek a még formátlan tömegnek,
amely ott van körülötte mondani, hogy emberek valamiféle óriási határozottságra és elkötelezettségre van szükség az életetekben. Semmi nem lehet olyan fontos, mint az Isten üzenete, az Istenhez való tartozás. Ezt hozza Jézus az emberek közé. És mond két látszólag összefüggéstelen, de mégis összefüggésben álló példázatot. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, akkor és nem számítja ki, hogy van-e miből befejezze. Illetve, ha egy király hadba akar menni, és nem fontolja meg, hogy a rendelkezésére álló erő elegendő-e a győzelemhez, akkor nem megy hadba és békét köt. Két ember csoporthoz szól ezzel a két példázattal. A tornyot építő, ne gondoljunk valamiféle bábeli toronyra, hanem szerepel az evangéliumban egy példázat a szőlőskertről, az emberről, aki bekeríti a szőlőjét és tornyot épít benne. Valamiféle magas les ez, ahonnan jobban be lehet látni azt a nem túl nagy szőlőt, amilyen van, sokkal inkább áttekintése van az ilyen embernek a birtokáról, mint aki csak egy kunyhócskában él. Ez a részlet inkább az egyszerűbb embereknek szól, bocsánat, hogy így fogalmazom, a hétköznapi embernek, a nem különlegesnek, akivel mindig mindenütt lehet találkozni. A másik példázat, amikor egy királyról van szó, szól az előkelőknek, szól a politikusoknak, szól a hatalmasoknak. Emberek, megfontoltságra van szükség. Két kulcs szót kristályosíthatunk ki ebből az evangéliumi részletből. Elkötelezettség, ha valaki mást jobban szeret, mint engem, az nem lehet az én tanítványom. És megfontoltság, tessék végig gondolni, aki utánam akar jönni, annak föl kell vennie a keresztjét minden nap, és úgy kell követnie engem. Jézus számára langyos kereszténység nem létezik. Jézus nem lehet csak úgy immel ámmal, úgy távolról, benn a tömegben, név nélkül, anonim módon követni. Jézus személyes kapcsolatot kíván. Személyes kapcsolatot, és ez a személyes kapcsolat elkötelezettséget jelent. Igenis, dönteni kell, mi a fontos, mi az értékesebb. Természetesen Jézus nem kívánja meg mindenkitől, hogy hagyja ott atyát, anyját, feleségét, gyermekeit. A közvetlen jézusi tanítványi kör, az apostolok ilyenek voltak, hiszen Péter mondja, nézd, mi elhagytunk
minden elhagytuk mindenünket, és úgy követtünk téged. Jézus, van, akitől ezt kívánja, ezt a radikális követést, van, akitől nem kívánja meg ezt a radikális követést ilyen módon, hiszen Jézus ilyet mond, engedjétek hozzám a gyermekeket. Jézus igenis tiszteli a családot. Jézus tiszteli az embert. És mindenki, aki Jézushoz tartozik, kell, hogy azzal a lelkülettel éljen, amivel Jézus járt az emberek között. Nagy tömeg követi Jézust. Hogy ez mennyi, hány száz, vagy hány ezer ember, önmagában teljesen mindegy. De amikor arról van szó, hogy én Jézushoz tartozom-e vagy sem, akkor semmiképpen sem lehetek tömeg ember, hanem elkötelezettségre van szükség, és megfontoltságra, végig gondolásra van szükség. Tegnap alkalmam volt egy közepes méretű városnak egyházközségi képviselő testületi, vagy tanácsadó testületi tagjaival találkozni egy lelki napon, nagyon szép helyen, Püspök Szent Lászlón a Mecsekben. És ott a beszélgetésben előkerült, hogy vajon a bérmálkozók közül mennyien maradnak meg. Kis csend után kezdtek úgy fontolgatni, 2%, 3%, vagy hadd mondja magyarul, 100-ból 3, 100-ból 2. El kell gondolkodni ezen. A kereszténység nem tömeg jelenség, még ha sokan annak is gondolják. A kereszténység személyes kapcsolat Jézus Krisztussal és Jézus Krisztuson át Istennel, aki nekünk mennyei atyánk. A kereszténység személyes elköteleződés és megfontolt értékkövetés. Erre volna szükség, erre van szüksége ennek a mai, mostani, meglehetősen furcsa világnak. Ebben élünk mindannyian. Ott vagyunk valamilyen formában, Jézus környezetében, mert megszólított minket. De vajon készek vagyunk-e arra, hogy minden nap kivétel nélkül elkötelezetten, jézusi módon saját keresztünket fölvéve éljünk, szolgáljunk az emberek között azzal a meggyőződéssel, hogy igenis lehetséges emberi módon élni, és érdemes Krisztushoz tartozni.